nem várom el, hogy a plakátor rajta legyen, de én úgy fogok fölépni, hogy rajta lesz a kezemen, és be fogom mondani, hogy itt a karinti gyűrű. A hónaj szőrzet megmutatásának a nők felé nagyon pozitív, erotikus kisugárzása van. Olyan is volt, aki azt mondta, hogy Shakira orális szexet biztosítana ezért a számért. Ezt egy másik szám. Meneket. Hát akinek kell. A 90-es évek elején, vagy inkább a közepén járunk, a helyszín a 9. kerület Törökpál utca 3, ha jól emlékszem, a Pince Színház, mert akkoriban sokat jártam a Pince Színházba. Egyszer csak ott találjuk magunkat egy főpróbán, egy jelenetet látunk, ahol az eladó győzködi a vevőt, hogy a papagáj az nem döglött meg, az csak pihen. Ez az eladó Galla Miklós volt, aki itt van a TV Puc Fasi című konyhájában, és ha nem tévedek, akkor ez az egész pedig a Holló Színház debütálása volt, az angol humor magyarországi nyitánya lehetett. Tévedek, vagy közel az igazsághoz? Nem téved, pontosan fogalmaztál, mint oly sokszor. Valóban ott próbáltunk, de aztán Debrecenben mutattuk be 1990. március 27-én a Színházi Világnapon. Na, akkor meg is mondtad, hogy mikor voltunk ott, akkor 90-ben. 90-ben, és Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza, vagy nem, Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc, pár nap szünet, és utána Budapesten a Szkéné Színházban, a Műszaki Egyetemen mutattuk be. Én nem tudok szebben fogalmazni, csak azt, hogy én pusztultam a röhögéstől. Én akkor láttalak téged először, majd nyilván beszélünk a GM49-ről, és én nem voltam egy ilyen alternatív meg ska gyerek, én inkább a diszkóvonalat követtem, de én akkor találkoztam veled először, néztem, hogy ki ez a figura, és nyilván akkor mi nem gondoltam, hogy előbb-utóbb ő karinti gyűrűs lesz. Na, mutassuk meg azt itt a gyűrűt. Ott a gyűrű. Mit éreztél akkor, amikor először hazamentél a gyűrűbe? Ugye nem régiben kaptad meg, mondjuk, hogy a felvétel az január 4-én van a TV Puc stúdiójában. Igen, amikor először hazamentél. 29-én kaptam meg Lár Andrástól, akivel az első estet éppen az imént említett Pince Színházban mutattuk be 4 évvel korábban, ahhoz képest, amiről az előbb beszéltünk. Mit éreztem? Az első közös estétekre vagyok kíváncsi, hogy az első, amikor hazavittad a gyűrűt, akkor mi ünnepeltél, hát ott van, hiszen ez az év, illetve az elmúlt év, nagyobb részt erről a harcról szólt neked. Ugye nyilván ezekkel kezdenünk, mert az aktualitás közbeszólt. Jó, tehát... beszélhetünk erről is. Nagy felszabadulás volt számomra, mert egy nagy kő esett le a szívemről, hogy nem kell pereskedni, nem kell újabb nyílt leveleket közzétennem a Facebook oldalamon, tehát vége a cirkusznak, vége a szappanoperának. Ugye kettőt írtál egyet Orbán Viktornak, aki válaszolt is egy kommentben, mégpedig hogy? Azt írta, hogy sajnos nem én vagyok a gyűrűk ura, bírom az angol humort, hajrá! Többet vártál tőle, vagy ez a válasz, ez már az kielégített téged, hogy ott volt és elolvasta és reagált? Nem, hát én azt vártam, hogy intézkedik, de hát sajnos nem intézkedett, de az élet megoldotta. Érdekes, szóval, hogy a nyílt levelet a miniszterelnöknek írtam, és András hallotta meg. András figyelt föl arra, hogy én vágyom erre a gyűrűre, és ezért ő nekem adta. Azt mondta András, hogy erről az egész mizériáról semmit nem tudott egész addig, amíg meg nem kapta a gyűrűt, hogy neked van egy harcod ezért a gyűrűért, ő ezt nem tudta. Nem akkor nem tudta, amikor megkapta a gyűrűt, hanem amikor fölhívták őt a gyűrű miatt, akkor nem tudta, és 3 nappal később tudta meg. Ez az a gyűrű, amit neked akartak adni, nem, ez a te méretet? András lett lemérve, és nagyon kacagtunk a New York kávéházba, Karinti Frigyes törzshelyén történt a gyűrű átadás, hogy pontosan ráillik az ujjamra az a gyűrű, amit András ujjára méreteztek. Ez egyfajta jel, nem? Tehát tulajdonképpen mondhatjuk. Égi jel, és ezen kacagtunk.
hogy az ujjunk is stimmel, az ő gyűrűs ujja stimmel az én bal a középső ujjamra. Azt mondtad, hogy ez a harc ez elvileg véget ért. De te még adtál be egy keresetet is az az állami szervez, amelyik visszavonta a gyűrűdet. Azzal, az folytatott... A keresetet a fővárosi törvényszékhez adtuk be, de visszavontuk. Az ügyvéden visszavonta. Ez akkor azt jelenti, hogy... Hát nincs miért kerestek. Tehát itt a gyűrű. De ez a gyűrű, ez akkor most egyenértékű azzal, amit mondjuk az állami szerv adott volna neked? Tehát ez hogy gondolod? Nekem Lár Andrástól megkapni a gyűrűt, az nagyon nagy megtiszteltetés, hiszen együtt kezdtük a műfajt, azzal kezdtük, neki vannak nagyon vicces, abszurd versei, és ezeket koncerten számok között mondta. És elkezdtem rágni a fülét, azt hiszem a jobb fülét, főleg. Picit néha a balt is, de inkább a jobb fülét rágtam. Hogy Andriskám, csináljunk egy estet a verseidből, ne legyen koncert, hanem az este a verseid, ből állítsunk össze egy estet, és én meg majd konferálok, hogy te leszel a költő, én meg leszek a konferencié. És addig győzködtem, amíg belement. Sőt, ő úgy emlékszik, hogy én írtam is egy műsortükröt, tehát hogy milyen versek legyenek, milyen elosztásban, egy struktúrát alkottam, és ő úgy emlékszik, hogy annak hatására ment bele, és 86 májusában bemutattuk az estet. Ez egy közös munkátonak volt a csirája tulajdonképpen, nem? Hát a fő kezdete volt egy ős abszurd vele 2 évvel korábban. Hát az nagyon kezdetleges volt, nem mertünk még beszélni, tehát nem voltak jelenetek, hanem zörejeket hoztam Angliából, BBC Sound Effect zörejtár kazettán, mindenféle horror hangeffektek, és azokra mozogtunk. Meg volt szerkesztve egy félórás műsor jelenetek, tulajdonképpen pantomim. Mert nem beszéltünk benne, hanem lemozogtuk a jeleneteket a horrorisztikus sound effektekre, és az volt a címe, hogy Vidám percek, fél óra volt, 2-szer adtuk elő összesen. De ahogy így beszélsz, és az egyik föl van véve. Ezt jól látom, hogy így beszélsz különben, mert ez nagyon kellemes emlék lehet, de még a gyűrű is az marad, amikor kiderült, hogy idén a Lár András kapja a gyűrűt, akkor megfordult a fejedbe valami, vagy néhány barátommal mondom össze, de nagyon követjük az eseményeket, a leveleidet, hogy kinek írsz, mit írsz, éppen hova mész be tüntetni az ECMS tüntetésed, de hogy ne ide a gyűrűt legyen, az az ATV bármás, és akkor egyszer csak megkapja a Lár András. Az neked milyen volt akkor, mint a hátba döftek volna, vagy örült, tudtál neki örülni, hogy ő kapja ezt a gyűrűt? Én azt gondoltam, hogy azért adják neki, hogy engem bosszantsanak. De mi egyet gondoltunk, Miki? Tényleg? De tévedtem. Miért? Honnan mert tartott? Jövőre ő kapta volna. Tehát az övét hozták előre. Ő 22, illetve idén, bocsánat, azt mondtam, hogy jövőre. Aha, igen. Ugye 22-ben vagyunk. Idén ő kapta volna, és az lett előre hozva. Figyelj, hogyha ha valakit, és az a valaki most éppen te vagy, te is valamiféle politikai dolgot láttál az egész ügy hátterre, vagy nem kaptad meg ezt a gyűrűt. Mondod, most akit el akarod temetni, de azért annyira közel van, még beszéljük meg. Szóval nem jó az, hogyha téged mondjuk ez a, hogy nem kapod meg a gyűrűt, és ettől a mondjuk nevezzük ettől a kormányt, az nem emel fel téged esetleg? És majd, hogyha lesz valami változás, akkor esetleg megkapod a gyűrűt onnan, ahonnan eddig mindenki megkapta. Tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon harcos voltál. Majd meglátjuk, Attila, erről én nem tudok nyilatkozni, hogy egy másik helyzetben ki hogy fog dönteni.
Én most úgy veszem, hogy ez egy happy end, hogy itt a gyűrű, jogosan viselem, tehát nem loptam. Azt senki nem is mondta. És nem fogom beolvasztani, tehát Andris aláíratott velem egy haszonkölcsön szerződés. A szabad ne felejtsd, volt egy nagyon-nagyon hosszú szerződés, lehetett látni, amit aláírtatok. Átolt szettig azt a szerződést, azt elolvastad? Mert elküldte nekem e-mailben. Miről szól ez a szerződés, ha nem titok? A lényege az, hogy nem adhatom el, nem olvaszthatom be, nem okozhatok sérülést, és ha ő kéri bármikor, akkor bemutatom neki a gyűrűt. De ez így mondom, ez működés. Tehát van neki láthatási joga a gyűrű. Bármikor ő kérheti, hogy meg akarja nézni a gyűrűt. De azt mondta nekem informálisan, hogy nem fogja ezt kérni. Tehát tulajdonképpen a gyűrű, az a közös gyermeketek, nem? És akkor most az Anis bírósága neked ítélte egy kicsit? Illetve, hogy örökre? Jó, örökre? Pillám, lehet, hogy már ezt a gyűrűt hagyjuk. Itt a gyűrű, örüljünk, rendüljünk. Mi lesz akkor, hogyha... Még egy kérdés, azért hagyd legyen már, mert tudtam, hogy azért a gyűrűvel kell kezdeni. Mi lesz akkor, ha ezt a gyűrűt mondjuk András visszakéri? Akkor odaadom neki. És melyiket? Az igazit, vagy egy másikat? De, hát nincs másik. Ez van. Jó. Ha kéri, akkor adom, de nem fogja kérni. Jó. Akkor lezárva a gyűrű ügyet, akkor innentől kezdve, és tényleg zárjuk is le, akkor azt mondhatjuk, hogy Galla Miklós, karinti gyűrűs humorista. Mondhatjuk. Most már. Sőt, ezt azért el is várat, hogy innentől kezdve mondják, hogy mész mondjuk Haknézi vidékre, akkor mondjuk ezt írják is ki, hogy ez így legyen? Azt nem várom el, hogy a plakáton rajta legyen, de én úgy fogok fölépni, hogy rajta lesz a kezemen, és be fogom mondani, hogy itt a karinti gyűrű. Akkor még egyszer mutassuk meg ezt a gyűrűt közelébe, tehát... így ott van. Köszönöm szépen, és akkor tényleg, hát ahogy lehetett, mi kivesésztük ezt a gyűrűt, nézd el nekem, de én nagyon kíváncsi voltam erre. Így van, észlem is erre, mint a témát. Tovább, Kern Andris azt mondaná, ha ülne, így tovább. Tovább, de tekerünk kicsit vissza a múltba. Ezt nagyon kevesen tudják azért rólad. Hogy te, az, hogy angolul beszélsz, nagyon örülsz, hogy miért, hát most nem kezdjük el kivesézni a kiküldetés, édesapát, stb. Aki akarja, a könyvedet elolvassa, könyvön. És utána fog nézni. Szóval ez egy érdekes pont az életedben, hogy a P-mobilnak angol nyelvű szövegeket írtál, 78 környékén. Meg a Generálnak is, meg az Illésnek is. Ők kérték az angol szöveget, és miért kértek angol szöveget? Ki? Hát az együttes kért az angol szöveget. Melyik? Angol nyelv. Hát mondjuk a P-mobil miért kért angol szöveget tőled? Azért, mert fölvettek angol nyelvű demókat, akkor még Vikidár Gyula volt az énekes, és Bencsik Samukám, akit minden nap gyászolok, volt a szólógitáros, és ő írta a számokat. És hogy pontosan mi volt a célja vele Schusternek, erre nem emlékszem, de angol nyelvű demo felvételek készültek, tehát próbahelyen Gyula elénekelte angolul a számokat, és ehhez kellett, ha jól emlékszem, 10 számra írtam angol szöveget. Mennyire kellett törődni az ő kiejtésükkel? Ugye nyilván te egy olyan környezetben jöttél, és ha valaki, akit én ismerek, aki született magyar anyanyelvű, ez te vagy, én. De jól beszél angolul, az te nagyon jó vagy. Tehát oda kellett arra is figyelni, kérték, igényelték azt, hogy kicsikét korrepetáld őket, hogy hogyan ejtjük ki például azt a szót, meg ezt a szót? A P-mobil úgy emlékszem, hogy nem igényelte. Tehát nem voltam ott, amikor ezek a demo felvételek készültek. Viszont más volt a helyzet a Generál együttessel. Ez az a Generál volt, amelyikben Charlie volt a szólóénekes, és Tátrai Tibusz a szólógitáros, plusz Várkonyi Novai Póta. És szóltak nekem, hogy Lengyelországban lesz angol nyelvű nagylemezünk, megírná, de az angol szövege. Mondom, mi az, hogy megírnám? Úgy megírom, mint a Pinty, és az összes, tehát Könnyű álmot hozzon az éj, Különös szilveszter, Yeti a hegyi ember, Játszd újra el. Tehát az akkor menő Generál számokra írtam angol szöveget, és ők kivittek magukkal 79 februárjába Varsóba, hogy a kiejtést felügyeljem. És ott ültem a vezérlőbe, és Charlie-nak a kiejtését
felügyeltem. Szigorú voltam? Szigorú voltam. Tehát előénekeltem neki, hogy hogy van a kiejtés, és akkor fölvettük. Tehát tulajdonképpen egy ilyen rajongó funkcióból lettél az ő szövegírójuk, ugye egyszer csak sertepertéltél ott egy tánzal fesztivál, és akkor élvezted ezt egy korábbi napokban. Nem rajongó, napokban, hanem újságíró. Újságíró voltam, és írtam cikket az ő nagy lemezükről, amivel a zenekar bizonyos tagjai egyetértettek, mások nem annyira. Megosztó cikk az mindig jó, nem? Megosztó volt. Hát én még zöldfülű kezdő voltam, tehát ma már nem írnék ilyesmit. És újságíróként sertepertéltem a Metronóm 77-en, és ott mondta Nobai Gábor, hogy ott kérdezte, hogy írnék-e angol szöveget a generálnak. Segíts nekem, amíg iszladig mondom, hogy miközben te írtad a szöveget, akközben már paralel futott a te G49 nem üzenekarod, vagy még nem? Vagy később ők eljöttek, megnézteték? Négy évvel korábban vagyunk, tehát 77-ben kezdtem a generálnak szöveget írni, és 81-ben indult a GM49. Igen, az, hogy egy ska zenét játszó zenekarról van szó az elején, hogy mi az a ska zenekar? Az a felgyorsított reggae, az a ska, röviden. Arról van tudomásod, hogy... Ez a ska. Na, arról van tudomásod, hogy az említett zenekarokból, akiknek szöveget írtál, azok elmentek, megnézték egyszer kétsz, és mit szóltak az, hogy nézd ma ott a szövegírónk is, milyen jól tolja a színpadon? Volt ilyen? Hát volt, mert Novai Gabi a mai napig nagyon jó barátom, és ő nagyon sokszor eljött megnézni a feleségével együtt, Nusival. Mindenféle, nem csak a GM49-et nézte, a GM49 turnézott a Dolly Rollal, mi voltunk az előzenekar. Úgyhogy ha szegény, ha akarta, ha nem, szembesült vele minden nap a turnén. De volt egy váltás, nem? Amikor a ska-t hagytátok, és akkor átadt elektronikusra, volt nem? Egy pár váltás. Vagy akkor meg a koncerteken még ment a ska is. A ska, nem. Tehát nem. Ez egy éles vonal volt. Éles akkor. Vonal volt, a Bélát itt ne keressékkel kezdődött az elektronikus GM49, és onnantól kezdve a ska zenét már hanyagoltuk. Azért madness típus, meg ilyen típusú ska zenékre azért elég gyakran skinheadek is megjelentek. Voltak-e a ti koncertjéken skinheadek, megjelentek utcain akcióról? Én nem emlékszem. A színpadon nem láttad, vagy nem törődtél vele? Vagy egyszer nincs ilyen? Nincs ilyen emlékem. És miért kellett váltani tulajdonképpen? Tehát a ska vonal a 80-as évek elején az a világszerte az egy úgymond egy ilyen alternatív menőirányzat volt. Miért kellett bejönni az elektromos zene? Miért hoztad be? Nyilván te voltál a főnök, te hoztad be az elektromikus zenét. Én tehetek róla. Hát minden áron sikert akartunk elérni. És valahogy úgy tűnt, hogy ez az elektronikus szinti pop, korai depes mód, ez inkább populárisabb lesz, mint a kötödeféle, sántikáló, reggae, ferde vonal, ska műfaj. Tehát sikervágy, hogy mit kéne kitalálni, hogy sikeres legyen a zenekar. Ez van a váltás mögött. Becsvágy és siker. Ez mióta jellemzi, hogy te akármilyen munkádat legyen az? Amióta az eszemet tud. Azóta te sikerre vágysz. Azóta csak és kizárólag sikerre vágy. És mi volt az első siker az életedben? Legyél bárhány éves is. Hát a GM49-cel voltak sikereink. Volt kislemez, az egy siker. Kötöde. A GM49? Volt, a kötöde volt a tévében is, az is egy siker, és sikongatott a közönség, pedig nem mi intéztük, magától volt közönség a élő egyenes adáson, és ordítottak. Zakatol a gép, és zakatol az élet, életük már végleg a pulóverek élet, abból lesz a garbó, forognak az orsók, lesz sok kicsi garbó, és sok kicsiből lesz sok. Kö, kö, kötöde,
volt nagy siker a Budai Ifjúsági Parkban, amikor 1200 néző jött el, úgyhogy mi voltunk a főzenekar. Akkor még ott sikerült felépnetek a bezárás előtt. Sokkal a bezárás előtt volt. Na, amikor én ugye mondtam a felvezető, hogy mikor ismertelek meg, akkor 90, én akkor tudtam, én nem voltam egy alternatív gyerek, és akkor elkezdtem azért kutogatni, és ott még van G49 Bakkerit lemezem is. Egyébként ti valamilyen támogatást kaptatok? Úgy tudom, a KFT azért valamit kapott. Ti kaptatok, ők több lemezt tudtak megjelentetni, több kis lemezt. Ti hogy álltatok a támogatás terén? Hát ilyen értelemben silányul álltunk, mert a nagy lemezt, ami megjelent, azt a Hungaroton nem nagyon támogatta, nem nagyon reklámozta, nem hirdette. Nem tett semmit azért, hogy sok példányba fogjon el. Mennyi fogyott el, azt tudod? Nem tudom, fogalmam nincs. De érdekelt akkoriban? Lehet, hogy akkoriban érdekelt. Most erről semmi. Nem annyi, amennyi a minőségétől elfogyhatott volna. Tehát brékó, elektromos, gyalogos, távirányítós, Robin Hood. Melyik darab aktuális még ma is? Van olyan darab? Hát ezek mind, ezeket most is játszom, és az új CD-men is rajta vannak. Kincses Gallandárium. Na, itt lehet mindent mondani. Galla Miklós Very Best Of-ja, de új felvétel. Tehát ami régi szám, az is újra 21. századi stúdió körülmények között újra föl van véve. Minden jó dalom rajta van. Szerintem a legaktuálisabb akkor, hogy csináljatok már valamit a G49-ből. Csináljatok valamit. Hiszen gólokra éhes a nép. Azt hiszem, ez ma is. Mi volt akkor, amikor megszűnt az aktív G49, és a Holló Színház, a Lápolán még sehol nem volt, akkor mi volt veled? Akkor könnyű zenei menedzser voltam. Voltak menedzselt zenekaraim, egyrészt volt a cég együttes, amelyikben Novák Péter énekelt. Azt menedzseltem, August Bárióval dolgoztam, csináltam neki zene, AD Studio, Ámelyban Amerika, meg ezek, jó, oké, csak a Bárió név az beugrott. Vele, és volt még két zenekar, azt hiszem a Reggel Együttes, meg egy negyedik, aki most nem, a Könignek a zenekara. És ez a négy produkció lépett föl vetésforgószerű sorrendben. És hogy te voltál a menedzser, az én mit jelent? Hogy intéztem a fellépést, én találtam ki a sorrendet. Tehát te beszéltél, szóltál le, ahol éppen fellépés van? Én intéztem. Uh-huh. Ez mikorra tehető ez? 85. És az akkoriban neked mennyire adott egy olyan kielégítő, megbízható jövedelmi forrás, hogy azon a szinten, ahogy szerettél is? Nem volt kielégítő, ezért kezdtem el Andris fülét rágni, hogy csináljunk egy estet, és én majd konferálok. Mert én színpadra vágytam, és sikerült. Ott aztán nagyon nagy siker volt. Sőt, tehát színpadás termettél, ugye mondom, én 90-ben láttam először. Mekkora változást hozott a 90-es évek eleje a ti életetekben, ugye? Akkoriban először a színházba járó közönség előtt lettél, nem kicsit, hanem nagyon népszerű, és utána pedig szerintem azt kevesen tudják, vagy kevesen nem tudják, hogy neked köszönhetjük azt, hogy a Monty Python ilyen remek magyar felirattal, ilyen remek szöveggel, hogy azok is rögtön tudtak rajta, akik ugye nem értettek olyan szinten angolul, mint mondjuk te. Na, szóval mennyire változott meg az életed? Mennyire jött be a siker az életedbe, a hétköznapi életedbe? Nagyon bejött, mert állandóan fölléptünk. Tehát azt gondoltam, mondjuk 92-ben, 93-ban, hogy na most talán azért a következő hónap az nyugodtabb lesz. Jött pár telefon, és a következő hónap is tele lett fellépéssel. Tehát rengeteget léptünk föl, és volt idő, amikor párhuzamosan működött a Lárpullár Társulat és a Holló Színház, és az egyik nap ezzel léptem föl, a másik nap meg azzal.
kicsit sok volt, sok volt. Főleg az, amikor két előadást játszottunk egymás után, annak véget is vetettem, mert az kibírhatatlan. Mert az fizikailag mit jelent? Én találtam ki, amikor kezdtük a pinceszi, én találtam ki, hogy kapunk egy pénteket, akkor azt használjuk ki, hogy kétszerre játsszuk, és az egy nagy ötlet volt. Aztán belefáradtál, vagy nem? Belefáradt. Enerváltabb volt a második. A is, a Hollóval is napi kettőt játszottunk. Tehát azok a nézők, akik a másodikat látták, akkor kevesebbet kaptak? Annyira, hogy az, és négy napig egyfolytában. Azt mondta a Szkéné Színház igazgató, hogy mi kikén nagyon szerettünk, de mi nem mozi vagyunk. Hát annyiszor játszottuk, mint ahogy egy mozi vetíti a filmet. Uh-huh. Hát a siker mennyire volt bekódolva? Tehát, hogy mennyire tudtatok ti ott előre tervezni? Vagy tudtatok, hogy ez most egy hirtelen fellángolás, az emberek ennyire elkezdték szeretni az abszolút humort, mert én ugye nagyon sokat ültem a nézőtéren, szinte minden előadásotokat láttam, míg a CD korszakra visszatérve, hogy az összes CD-tek otthon van, mutogatom a gyerekeimnek. Mennyire gondoltatok, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon hosszú távú projekt? Én biztos, hogy azt gondoltam, hogy ez hosszú távú. Tehát olyan siker volt, és mindenhol az országban megfordultunk, mindenhol teltház volt. Olyan volt, Attila Pécsett volt, az például Holló Színház volt. Hogy készülődünk az előadásra, és bejönnek a ház képviselői, vagy ifjúság, nem valamilyen művelődési ház volt, hogy annyian vannak kin, de már akkor benn volt egy teltház, hogy utána játsszuk el még egyszer, és a kint levőket arra. Hú, az jó. És erre igent mondtam. Tehát kétszer játszottuk el, úgyhogy nem volt betervezve. Úgyhogy egyszer készültél. És másnap reggel Vastyúk Lárpudlár TV forgatás volt. Úgyhogy Nati az nagyon mérges volt, hogy elvállaltam. Haragudott, de én kezemben volt a döntés, elvállaltam. Ezt a tempót még, hogyha mondjuk ez a tempó kitartott volna így, akkor még ma is lehetne tartani. Nem ez a dupla előadás, hanem azt, hogy a Lápulán, Holló Színház, meg akkor még tévésó is van. A tévésó az a 90-es évek vége felé indul, de Kós Gyuri rendezésében az ő nevét azért említsük meg. Kós Gyuri, neki, említsük. Neki sokat köszönhetem, mert szerintem ő azért kell egy rendezőnek egy olyan agya, hogy átérezze, hogy mit akartok ti, vagy mit akarsz te, vagy mit akar András, vagy Nagy Nati, nem? Nagyon jól dolgozott, álom volt, Gyurival álom volt dolgozni, tehát megígérte nekünk, hogy minden kérésünket tiszteletben fogja tartani, a nekünk, az Lár András és én kettőnknek ígérte meg, és ezt az ígéretét maximálisan betartotta, minden, én vágtam bele a műsorokat, minden kérésemet akceptálta. Tehát mondjuk egymást győzködtük, mert ugyanarról, mondjuk a Besenyő családról van szó, ugyanaz a pármondatos etap, az többször föl volt véve, és kellett hozni egy döntést, hogy melyiket használjuk, és abba ő maximálisan figyelembe vette az én. Én azt figyeltem, hogy melyik viccesebb, színészileg melyik. Ugye szokás mondani azt, hogy egy közhely, de a közhelyek mindig igazak, hogy ez a világ felgyorsult egy picit. Tehát, hogyha ez a mai 18, kötőjel 25 éves generáció beültetnénk egy színházba, és megkapnám mondjuk egy Lárpurlár, vagy egy Holló Színház előadást, lenne még mindig akkora sikere? Meg van is, tehát hogyha van előadás, mondjuk életszerűen nekem önálló estjeim vannak. Na, de ez más, azért mondom, csak te vagy. De ott se csak én vagyok, mert van közreműködő, és előadjuk Peter Cook a Nagy Vonatrablás című kétszemélyes jelenetét. Ugyanolyan siker van ma is, ugyanaz a hatásmechanizmus, ugyanannyira nevetnek.
De valami csak tárgyal, hogy segíteni, az én jobb vagyok. Ja, persze, persze, hiszen az évek, a tapasztalat azért csak rakódik. Hát meg az, hogy olyan színészekkel dolgoztam együtt, mint Koltai Robi, a Rádió Kabaréban, Csúlya Imre, Mikó Pista, Lukács Andor, öregem, Lukács van, Andor. Megvan, nekem megvan ki. Hernádi Judit, és sokan mások, és filmben. Lesz egy filmbemutatóm. Ha mesélről néhány szót, aztán beszélünk a filmekről is, meg még arról, hogy mennyi vagy elfoglalt manapság. Milyen film lesz? Madarász Isti Átjáróház című filmjében alakítom Kerner urat, a keresztnevét nem tudjuk, csak azt tudjuk, hogy Kerner úr, ő a Hullaházak igazgatója. Tehát ez egy horror komédia. Ezt akkor rádírták ezt a szerepet, a Hullaház igazgatója? Azt nem tudom, hogy ember hogy képzel egy igazgatót, egy Hullaház igazgatót? Isti engem képzelt el, ő a rendező. Egy szerelmes pár a főszereplője, tehát olyan horror komédia, hogy közben szerelmes történet. A szerelmes párt Bárnai Péter és Ruider Vivien alakítják. Péter a Trojka Színház tagja, Vivien a Katona József Színházban játszik. És nekem Péterrel voltak jeleneteim, de más jelenetekben olyan méltán Kossuth Díjas színészek is játszanak a filmben, mint Kútvölgyi Erzsébet, Hegedűs D. Géza és Kulka János. Az egyik utolsó forgatási napon mondták, hogy Miklós a végét el ne árult senkinek. Most se kérem, hogy áruld el. Mondom, hát ezt könnyen teljesíteni fogom, mert halvány fogalmam nincs, hogy mi a vége, mert én csak a saját jeleneteimet olvastam el. Tehát a mai napig nem tudom, hogy mi a vége. Jó, foglak keresni. Hát, ha akarnám, se tudnám elárulni, mert fogalmam. Na, foglak keresni, és akkor szeretnék ott lenne bemutatom, majd Istivel felveszek a kapcsolatot, és akkor majd egyszerűen ő is ideül, ahova te, és megbeszéljük az első filmjét is, meg a többit is. Te, amikor rendező vagy, te hogyan instruálsz? Nem régiben. Nemrégiben színházat rendeztem. Igen, a Volpone című. Ben Johnson, Volpone című reneszánsz. A zöldebbeken be lehet téged látni. Igen. Föltették az egészet, azt nem tudod, hogy fölvegyük. Én, hát én tettem. Szuper, szuper közeg. Be kell írni a YouTube-on, hogy Volpone Galla, és följön a komplett színházi előadás remekül két kamerával, de olyan, mintha négy kamerával lenne fölvéve, olyan jól van megvágva. Ezt megrendeztem még a járvány előtt, és isteni volt, tehát nagyon jól tudok a színészekkel bánni, a színészek nyelvén beszélni, szeretettel, semmiféle feszültség nem volt, pedig fél évig próbáltunk, semmiféle konfliktus, semmiféle stressz. Tehát akkor ne elszenyelni kövig színházat képzelni. Nem stresszeltem a színészeket, például valakinek megszólalt a mobilja, vett föl nyugodtan, semmi, hiszti. De megengedő vagy. Nagyon pedig a színház az nem egy demokratikus műfaj, nem? Az nálam, egy diktatúra. Nálam demokratikus. És működött? És működött, mert a színészeknek önbizalma lett attól, hogy az ötleteiket elfogadtam, és ettől még több ötletük lett, és nem stresszeltem őket a szövegtudással, de egyszer se. Tehát, ha az, de várjál. Várok ilyen, hát azért vagyunk. Hogyha láttam, hogy bizonytalan, akkor azt mondom, nyugodtan vedd a kezedbe a példányt. Vagy, ha volt sugó, akkor a sugóra rászóltam, hogy Pisti, segíts neki! És láss csodát, a bemutató mindenki tökéletesen tudta a szöveget. Tehát nem igaz, hogy agresszívnak kell lenni a színésszel, nem igaz, hogy ki kell mozdítani őt a komfort. Eljátszottak egy jelenetet, Flórácska és Barna, egy kétszemélyes, enyhén erotikus jelenetet, ők a fiú-lány főhősei a darabnak. Eljátszották, és Flórácska utána rám nézett, egy kicsit ilyet arca, hogy egy szót nem jól mondtam. Mondom, Flórácska, nem számít, hogy egy szót nem úgy mondasz,
kihagyod, vagy másképp mondod, az számít, hogy gyönyörű vagy, és csodálatosan játszol. Így kell rendezni. Jó, bármit el tudnám már vállalni? Bármit meg tudnám rendezni? Szinte bármit. Ez a dolog hogy jött? Pályáztatok, ráértél, lehetőséget kerestél, pénzt hajtottál fel? Én ambicionáltam. Tehát láttam ezt az előadást a Nemzeti Színházban, Őze Lajos volt az uzsorás, akit ebbe a verzióba én játszottam. Tulajdonképpen azért rendeztem meg, hogy eljátszhassam Őze Lajosnak a szerepét. De azért belevitt egy kis gallát ebbe a szerepbe. Belevittem, tehát egy csomó abszurd ötlet bekerült. Régi ambícióm volt, és egyszer csak fejembe vettem, hogy akkor én ezt megrendezem. És utána kaptunk a Nemzeti Kulturális Alaptól rá annyi támogatást, hogy a kis díszletünket és a jelmezeket és a kellékeket meg tudtuk oldani. 2022-t írunk, ugye most már nagyobb részt, oké, hogy közreműködőkkel, de nagyobb részt ugye önálló estét vannak. Mennyire van tele a naptárad? Most jó, nyilván itt volt, és a hozzád hasonló művészek azok nagyon-nagyon-nagyon megsillették ezt az időszakot, nyilván, ez is közé játszott. Mennyire van tele, mennyire keresik ma még Galla Miklóst és az ő fantasztikus humorát? Keresgetik, de még mindig sokan tartanak a járványtól. Tehát a járványnak azért azt szögezzük le, hogy sajnos nincs vége. Tehát van negyedik hullám, és ötödik hullámról is már lehet hallani. Én jelenleg háromszorosan vagyok beoltva. Tehát nem emiatt nincs kellő számú fellépésem. Nincs annyi, amennyit szeretnék, és amennyit tudnék. Tehát erőm teljében vagyok. Mi lenne szeretnék az ideális állapot, hogy heti 3-4 fellépés azért az bőbb, az belefér, nem? Akár, hogy az ország egyik végéből a másikba kellett. Beleférne. Az, hogy mostanság egyre többen megismertük azt, hogy szőrös a hónajad, meg hogy milyen alsógatya van rajtad, ez tulajdonképpen milyen körülmény, vagy minek a hatására építetted be a műsorba? Ez a humor továbbfejlődése, bocsánat a kérdésre, te már humor helyett van, hogy akkor ezen is nevesnek, tehát nem mesztelenkedés ez, vagy csak részleg mesztelenkedés, részben, de hogy erre mi szükség volt, csak kíváncsi vagyok egy ilyen első kézből való válaszra, hogy ez minek az alapján hoztad fel a színpadra? Vagy 2010-ben, vagy 2011-ben kezdtünk játszani élő koncerteket a GM több mint 49 együttessel, és az élő zene hozott ki belőlem egy olyan késztetést, hogy meg kéne próbálni atléta trikóban, hiszen sok rock énekes, vagy mondjuk úgy, hogy minden rock énekes vagy atléta trikóban, vagy félmeztelenül lép föl. És van nekem egy angol barátom, ő stand-up komikus, egyetemet végzett, velem teljesen egyidős. És azt gondoltam, hogy őt megkérdezem, mert tudtam, hogy ő neki egy nagyon művelt, széles látókörű válasza lesz. És azt mondta egyből, hogy Miki, csináld, csak nyerhetsz vele. A hónajszőrzet megmutatásának a nők felé nagyon pozitív, erotikus kisugárzása van. És akkor a koncerten levettem a pólómat, és trikó volt rajtam, és tényleg fülig ért a lányok szája, és csillogott a szemük, és sokkal többen fotóztak, mint addig. És most is, ha mondjuk önálló estet kezdem egy rövidújú pólóban, és leveszem, és trikó van alatt, akkor megtapsolják. És emiatt mennyi rajongót vesztettél? Olvasol-e kommenteket? Nem olvasom a kommenteket. Ettől direkt távol tartod magad? Direkt távol. Mert az elején olvasnál kommenteket?
Volt, amit elolvastam. És rosszul estek dolgok, hogy névtelenül, nem névtelenül, de hát arctalanul neked dobnak olyan véleményeket, amiket neked dobtak akár ott, vagy ha most csak egy mondatig visszadok a karintügyűt, amit a karintügyű kapcsán neked toltak, akkor ezek nem is tudsz. Nem, semmilyen negatív kommentet nem olvasok, tehát teljesen fölöslegesen írja, ha valaki negatívat ír, mert nem látom. Uh-huh. Töltsön neked vizet még? Igen. Jó, akkor megkérlek addig, akkor legyen ez egy élőadás, nem állunk le emiatt, hogy én beadom a te kamerádat, és amíg én töltök... Nem, amíg én töltök vizet, addig hát most igen, kérdezzek valamit, jó? Mesélj néhány, hogy reklámozd az önálló estet, hogy miért vegyen, hogyha véget ér az egész pandémia, véget fog érni, márpedig véget fog érni, miért érdemes Galla Miklós önálló estére elmenni? Kedves nézőkkel, most eltűnök, hozok Mikinek vizet, mert meg itt a szereti a vizet, beadom az ő kameráját, én a kamera mögött megyek, és hozok neki vizet. Tessék! Az önálló estemnek az a címe, hogy Poén Dömping. Nagyon sok infantilis poén van benne, olyanok is, amelyek az életemből származnak, de ki vannak színezve, hogy viccesek legyenek. Van benne szóvicc, vannak benne színész anekdóták, például Bánhidi Laci bácsiról, Kibédi Erbéről, Kazal Lászlóról, Hofi Gézáról. Hofi Gézától idézek három poént, dalokat adok benne elő, a legismertebb dalaimat elszórva a műsorban előadom, trikóban, hogy örüljön a közönség, és meglepetés, Adit is mondok az önálló estben. Akkor megszűnik a viháncoló nevetés, a ficánkolás. Adi Endre egyik legmegrázóbb és egyik leghosszabb versét előadom az estben, és ezt síri, drámai, inspiráló csendben hallgatja végig a közönség. Melyik ez a vers? Ez pedig, aki elmegy, az meg fogja tudni, remélem. No, joggal lehet kérdezni, hogy miért nincs víz az asztalon, szerintem nem jó a képbe. Ez a TV-puc egy egyszemélyes vállalkozás, hogy Mikinek hoztam vizet. Hogy látod, hogy mostanság, amióta a stand-up ennyire utat tört magának a rádiókabaréba, azért, amit te csinálsz, az nem ez a klasszikus Magyarországon elterjedt stand-up, nem? Tehát azért te idézel, oké, egyedül vagy a színpadon, kiállsz és dumálsz, nagyjából ugyanaz, de nem a történetmesélő stand-upot. De van, nekem van az is, tehát mesélek történetet is. Saját életedben? Tehát ha valaki engem stand-up komikusnak nevez, attól én nem sértődök meg. Hát nem kell megsértődni, miért kéne? A stand-up az egy jó műfaj. Csak mondom, hogy boldogan, meg ha azt kéri tőle valaki, hogy egy stand-up jellegű műsort adjak elő, akkor boldogan előadom. Jó. Mi a kérdés? Azt a kollégákat nem minősítünk, csak hogy szerinted mennyire higult fel mostanság ez a stand-up műfaja. Ugye én is próbáltam higítani, én tudom magamról, én még voltam egy olyan tehetségkutatón, ahol te is zsűritag voltál, aztán persze én méltán nem jutottam tovább, majd szegény. Nem kezdett, ez megpróbáltam ennyi az egész, tehát nyilván velem tovább higult volna az egész, ami szerintem kicsiket higult. Te hogy látod, aki benne van, hiszen te az egésznek még uram, bocsánat, formálója is voltál, mert zsűritagnak is felkért, akkor még az MTV-át, ja, akkor még jóba voltál az MTV-ával, mert gyűrű kapcsán utána meg már nem annyira. Na tehát, hogy vannak egy kedvenceid, van, akit ha meghalasz, elkapcsolsz, nem kell, én úgysem mondasz nevet. Nem, el nem kapcsolok, tehát ilyen negatív energiát senki felé nem nyomok. Kőhalmi Zolinak a stílusa nagyon tetszik, Belicai Balázs, de mindenki szimpatikus, tehát senki olyan nincs, aki remérges lennék. Te meg diplomatikus vagy akkor jó van. Vagy irigykednék. Uh-huh. Senkire nem irigykedek. Mennyire van jövőképed a humorban, hogy te igazából
Ugye sokszor sokat lehet tőled látni, nagyon sok helyen beszélgettél, hogy igazából téged annyira a kétkezi munka nem talált, meg a Csernus mondta neked, hogy mennyire szedj egy gyümölcsöt Angliában, hogy milyen remekül beszélsz angolul, de mondtad, hogy köszönöd nem a zöld munkáktól annyira, de nem szedtem. Vagy boldog. Tehát persze, ezt nem tudom onnan szedett, de ez igaz. Tehát szedtél, de nem abból ész, mégsem, csak az, hogy mennyire látod a jövődet, hogy itt vagy annyi idősen, amennyi vagy, mindig elmondod, hogy hány éves vagy, tehát ez most nem én tudok elmondjuk. Nem? Elmondod. Meg akkor kike születél egy évben, nem mondjuk el. Nem mondjuk. De hogy van-e még ebben a te pályádban annyi, hogy akkor kvázi így megélj ebből egy olyan szinten én meg, amit te szeretnél? Hát reméljük, hiányzik-e valami? Attila, reméljük. Tehát mindenre nyitott vagyok. Látod, most egy új filmben szerepelek, lehet, hogy ez újabb ajtókat nyit meg, szereplehetőségek. Ez hanyadik film, ebben most nem vagyok felkészült, bocsánatot kérek. Azt én sem tudom megmondani, hogy hanyadik. Tímár Péterrel volt jó néhány film, a Csable Csacsi, Csini Baba, Cimmer Feri. Ez három, de nekem többnek tűnik, szóval Tímárral hosszú évekig tartottuk a kapcsolatot. Igen, egy pillanatra megjelenek a Mielőtt befejezi röptét a Denevér című filmjében, de ez nem számolt, szóval tényleg egy villanás. Ott nem kaptam meg a kellő tiszteletet, de a Csini Babába ott az jó volt. Jó volt a szerep is, és nagyon sikeres lett a film. Remélem az Átjáróház is sikeres lesz, és újabb film szerepeket kapok, nagyon élvezem. Akkor ezek szerint a munkát. Egy ilyen optimista alkat a jövőt illetően, nem? Abszolút optimista vagyok, optimista. A festészet, ami hát most a területről nézek, hasonlókat festesz te is egyszer-kétszer. Kaptad-e már ezt meg? Nyilván megkapja az ember, amikor valamit kreatívan kitalál, és belelát valamit, hogy ó, ilyet én is tudnék csinálni. Ezt nem én mondom, én csak kérdezem, hogy kaptál-e már ilyet? Vagy ezek így lepattanak, ha kapsz is ilyet? Lepattannak, mert nem tud. Tehát mert te megcsinálod. Erre mondják, hogy ahogy azt Móriczka elképzeli. Nagyon élvezem. És hogy megy a festék bizniszra, lehet ezt kérdezni, hogy... Vannak, Facebookon szoktak jelentkezni, hogy vennének festményt, és akkor megegyezünk, és eladom. Meg lehet kérdezni, hogy nem válaszolsz rá, hogy mennyiért ment el a legdrágább gala festmény, és hogy mit ábrázolt? Meg lehet kérdezni, no. 300 ezer forint. Azért az nem semmi. Nem semmi. Én örültem. Ki volt? Magyarország volt a megrendelő? Magyar, persze. És ilyenkor legalább személyesen elviszed neked, persze, hova kerül, találkoz. Milyen... Hát kérek fotót utólag, tehát amikor föltette, hogy a környezetében fotózza le, és küldje el, igen. Ez a festés az azért ott, mert szerettél volna az is lenni, festő is lenni, volt benned valami buzgot, hogy meg kell mutatni? Vagy buzgot. Vagy... 10 évvel ezelőtt egyszer csak felbuzgott bennem, hogy jó lenne absztrakt, geometrikus absztraktokat festeni. És neki láttam. És volt kiállításom Miskolcon, a Művészetek házában, tehát akkor én művész vagyok, a Művészetek házában van. Na jó, de hogy festő. Festőművész, oké, ez nem festő. Volt festőművész, persze, hogy az Győrben, volt. Győrben, a Rómer Flóris Múzeumban, és Budapesten a József Attila Színházban. Tehát ott én nem játszottam, hanem festőmű. De azért volt önálló estem a Kamarateremben, az igaz. De volt egy hónapig látható kiállításom. Hogyha most valaki azt mondaná, hogy egy valamit tudnád nagyon kiteljesedni, és világhírű művész lenni, vagy legyen mondjuk országos művész, és sztár, a celeb szót hagyjuk, akkor az melyik lenne? A zene, a festészet, vagy a humor? Melyiket vár? Egyet kellene választanod. Vagy a színészet. Hát a humorba belevettem a színészet, hiszen nyilván az Átjáróházban is reméljük valami, ott nem vicces szerepet játszol. Hát, de ez vicces. Na látod, minden szerepet valamilyen szinten vicces azért. Szóval a három közül melyik az, amelyiket azt mondta, hogy jó van, akkor legyen mondjuk ez. Hát talán a zene. Tehát vannak olyan dalaim, amiket ha nem én írok, hanem mondjuk a Queen együttes, vagy a Genesis, akkor az ő első 5 nótájukban benne lenne. Ezt mondta más is? Mondta, ezt más mondta. De jó.
olyan is volt, aki azt mondta, hogy Shakira orális szexet biztosítana ezért a számért. Ezt egy másik szám. Meneket? Mondta. Hát akinek kell, szóval, hogy megszerezze ezt a számot. Orális szexben részesíteni azt azért, hogy ezt a számot megkapja. Neked hol ért véget a könnyű zene? Tehát melyik az a dátum, ameddig mondjuk otthon hallgatsz a zenét egyáltalán? Hol? Mi és, az, hogyha? Tehát gondolom, így kezd fel. És hogy az utolsó dátum, ami után már annyira nem érdekelnek téged a mai könnyű zenék. A mai érdekele? Van a mai. Tehát Kédi Leng az egy kortárs énekesnő. Érdekel. Donald Fagen is aktív, a Steely Dan egyik tagja. Néha a Kraftwerk is aktív. Úgyhogy érdekel, mindenre nyitott vagyok. Elton John is állandóan lemezt ad ki. Uh-huh. Neked lesz, hogy ilyen 49, ezek ilyen több mint 49 lemezed. Születnek el ma még dalok esetleg, vagy a fióknak írsz, előfordul még előszereded a komponáló agyadat, és egy-egy dallam, egy-egy szövegfoszlány bekerül a fiókba, a füzetbe, amiből aztán dal lesz. Lehet, hogy lesz új CD-m, ez attól függ, hogy az Nemzeti Kulturális Alap megfinanszírozza-e. Azon nagy részt feldolgozások lesznek, mert a sajátjaim azok már megjelentek az eddigi 4 CD-men, amiből 2 dupla. De azért lenne rajta saját szám, van egy dalom, egy zeném, és arra, ha nem lennék lusta, akkor már befejeztem volna a szöveget. Egy része megvan, tulajdonképpen csak egy rászánás, egy energia kell, hogy megírjam, mert tudom, hogy miről fog szólni. A refrén részben megvan, be kéne fejezni a szöveget. A zene az teljesen kész, azt 20 éves koromban írtam. Egy meglévő zenémre kellene szöveget írni. Csak lusta vagy. Lusta vagyok, de ha az NKA jelzi, hogy megkapom a támogatást. Akkor elszáll a lustaság? Akkor hogy? Elszáll a lustaság. Ja, érted, attól kapok egy energiát. Nevezzük ezt a pénzenergiáinket osztogatnak az ilyen jós műsorokban, és jó, ez csak egy hülyeség volt, de akkor igazából akartam kezdeni, miben vagy lusta, az, hogyha ha nem látod okát, hogy írj valamit, mert magyar pénz kell ahhoz, hogy az ember letegye a lustasságát, és akkor megcsinálj meg a legjobb muzsa határ. Hanem, hogy van miért megírni, mert lesz egy CD, ami rajta lesz, tehát föl fogjuk venni stúdióba. De a CD csak neked fontos, a CD-t van már ebben senki tulajdonképpen. De ez olyan CD, hogy le lehet tölteni Spotify-on, iTunes-on, Apple-on, mindenhol le lehet tölteni. Tehát jó, tehát akkor... Van fizikai CD, de nem muszáj megvenni, le lehet tölteni. Na, és akkor ugye vége felé, vége. Hogy milyen reményekkel mész neki 2022-nek, ugye? Hát, hogy bemutatjuk a filmedet, az meg lesz. A filmet, ahhoz nagyon sok reményt fűzök, hogy ez sikeres lesz, hogy abba is bízom, hogy az önálló estemre lesz érdeklődés újra. És egyébként meg nyitottan várom az ötleteket. Tehát van amikor kívülről jön egy felkérés, hiszen az Átjáróház című film is kívülről jött. Meg a menedzsernő fölvetette, hogy újra a GM több mint 49-en lépjünk föl a születésnapon környékén, az májusban van, én mondtam, hogy jó. A menedzsernő, ahogy mondtad, az egy létező személy, aki intézi az ügyeidet? Tehát fellépés szervez? Nem, a zenekar ügyeit intézi. Ja, ja. Őt csak az élőzene érdekli. Mondtam neki, hogy jó, én 2 próbára elmegyek, a fiúk begyakorolják, és föllépünk. Ha ez lesz, akkor csinálom. Nekem nem kell semmit, mert én tudom a számaimat, tehát a Kötödét most is el tudom énekelni, meg a Bélát itt ne keresséket, meg a Brékót, meg az Elektromos, mindegyiknek tudom a szövegét. Úgyhogy ha ez lesz, akkor lesz, és örülök, ha nem lesz, akkor nem fogom tragédiaként megélni. Akkor te is tele vagy tervekkel, hál' Istennek. Vannak terveim, vannak titkos terveim.
oké, hogy titkos, de az mire vonatkozik? Mi az a titkos terv? Hogy új projekttel lépsz elő? Igen. Lesz új projekt, akkor is, ha kívülről nem jön felkérés, mert hát valamit csinálni kell. Így van, ezt megtapasztaljuk, hogy mi lesz ez, mikor lesz? Nem biztos. Nem biztos. De itt is lusta vagy azért? Ilyen színházzal, irodalommal összefüggő dolgok, azok lassú folyamatok. Jó, és a végén, hogyha elképzeljük azt, hogy mondjuk még egy mondattal csak visszatérek, legyen keretes szerkezet az legyen egész, akkor jó? Hogy mondjuk megkapod a karinti gyűrűt legálisan, és akkor nem, elképzelhető, nem? Ez legális. De nem, azt mondtam. Na de Attila, de megfelelően kell használni a szavakat. Tehát mondd azt, hogy hivatalos. Akkor hivatalosan meg, igazad van, elnézést kérek, hivatalosan megkapod, akkor te leszel Magyarország első két karinti gyűrűvel rendelkező. Akkor két karinti gyűrűvel fogok fotózkodni. Na, amit még egyszer megmutatunk, én köszönöm szépen, hogy az én késő kamaszkori nagy báványom Galla Miklós eljött ide a TV-puc fasírtjába, és egy kicsit felemelte a konyha helyszínét. Azért vagyunk egy konyhában, nem tudom, mennyire volt a házi buliban. Jártál-e korábban házi bulikban? Gyerekkoromban a bátyám még rendeztek házi bulit, és ott, mint öcsi, ott voltam. Öcsi. Mert azért a legjobb bulik mindig a konyhában voltak, nem? Legalábbis én arra emlékeztem, ott beszélgettek, ezért találtuk ki ezt, és ezért örültem neki, hogy itt vagy. Köszönöm szépen a figyelmet, és mikor kell megnézni a filmet, akkor mikor lesz? Húsvétkor lesz a bemutató. 2022, ugye, mert YouTube-ra felkerülünk, aztán vagyunk. 2022 húsvétjén. Tessék megnézni a filmet, Átjáróház, ahol egy minden eset egy érdekes foglalkozás, egy érdekes figurát fog megtestesíteni Galla Miklós. Köszönöm szépen, Miklós, hogy ott voltál, és akkor még kocincsunk a végére máson a vízzel. Szevasz! Éljen! Hajrá! Jó, itt elváltam.